Az ottavai magyarság március 18-án ünnepelte meg az 1848-as forradalom 170. évfordulóját. Először az ottavai magyar nagykövetségen ott gyűltünk össze, ahol meghallgattuk dr. Lapohos Tibor, az ottavai magyar ház elnökének bevezetőjét. Csépeli a kis nemzetünk maradványát, és próbálnak minket elfolytani, mint annak idején, a pozsonyi csata idején, ugye, amikor elrendeltetett, hogy a baroki magyar ezt teljesen el kéne tüntetni a föld felszínéről, akkor gondolom, hogy továbbra is nagyon fontos az, hogy ha már csak egy páran is, de mindig összegyűjjünk és megemlékezzünk erről a napról, amely igazán egy csodálatos nap történetünkben, talán a legszebb. A rövid beszéd után került sor a koszorú elhelyezésére. Befejezésül Szabó László elevenítette föl az 1848-as eseményeket. 170 évvel ezelőtt, március 13-án Petőfi Sándor megírta a füzetében a nemzeti tant. Ez két nappal március 15-én. Második nap Szendrei Júlia elkészítette neki a kokárdát. És ekkor már megbeszélte a másik három társával, Bujovszki Gyulával, Jókai Mórral és Pállal, hogy másnap találkoznak és elmennek a Pilvac kávéházban, és fel fogják olvasni a nemzeti dalt. Ekkor még csak négyen voltak. Amikor elszabadta a dalt, az ott lévő emberek a Pilvac kávéházban azt mondták meg, hogy az egyetemnek, és elmentek a Pesti Egyetemre, ahol először az orvosi tanfolyamnak olvasták fel a 12 pontot, és azt követően elszabadták a nemzeti dalt. Onnan azt mondták, menjünk át a közgazdasági tanfolyamra. Ott is elszabadták. A tömeg mindőtt. Ekkor már ezres számmal voltak. Innen úgy döntöttek, menjenek el a pesti nyomdához, a város központjában, amit elfoglaltak, és kinyomtatták a 12 pontos kiáltást. Ahonnan majd a pesti várhoz mentek, és beadták a kiáltványt az osztrák helytartónak. Innek tulajdonképpen beindult a forradalom. A koszorúzás után ünnepi műsorra került sor a Magyar Házban. A megjelenteket köszöntötte és a műsort vezette Tóth Magdolna. Még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki fontosnak érezte, hogy az 1848-as magyar forradalom 170. évfordulóját együtt ünnepelje velünk, itt az ottavai Magyar Házban. Közösségben, egy kis nemzeti közösségben, itt Kanada fővárosában. Nemzeti ünnepünk egyik üzenete a sok közül, hogy a közösségben, közös akaratban nagy erő rejlik. Akkora, amekkora a hegyeket tud megmozgatni, eltörölhetetlennek tűnő birodalmakat tud megingatni, hazugságból felépített ideológiákat tud elsöpörni. A magyar forradalom volt az egyedüli Európában, amely sikeres katonai ellenállásig jutott el, és rövid ideig ugyan, de tartani tudta kivívott szabadságát. Ó szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve, annyi éjjelen által, mint kísértett, bolyongott lelkünk a világban érted. Írta Petőfi Sándor Szabadsághoz című versében. Petőfi Sándor, a forradalom költője, nem véletlenül hasonlítja a szabadságot egy másik nagy, eufórikus érzéshez, a szerelemhez. Mindkettő teljes odaadást és az én feladását követeli meg az ezekbe a betegségekbe esett személyektől. Véghelyi Tibor bácsi szavait kölcsönzöm egy korábbi írásából. Csak a nagy szerelmek után tátunk nagy hiány. Csak úgy mondhatod igazán, ha valóban átélted, hogy ki is volt számodra, aki magadra hagyott, és mi volt az a nagy alkalom, a nagy, szenvedélyes, egész embert átjáró nagy-nagy szerelem. A magyar nemzet március 15-én szerelembe esett.
megmámorította a szabadság érzése, amelyre oly régen áhított, amelynek kivívását csak együtt tudta véghez vinni a nemzet. Kellett hozzá Széchenyi géniusza, Kossuth elszántsága, a március ifjak lelkesedése és a nemzet áldozata. Mert a szabadságot nem adják ingyen. A nemzet pedig bebizonyította, hogy nem drágább rongy élete, mint a haza becsülete. De ez az áldozat nem pusztulásba, halálba, hanem a megdicsőülés felé vezet. Végezetül idézek Jókai Mór apoteózisából, amelyet barátja halálának 50. évfordulójára írt. Nem magad estél el, veled együtt szálltak emléktelen sírba haza is szabadság. Kiért éltél, kikért vérhalált kiáltad, a rombadült ország, szegény Magyarország. A sírt fölöttetek simára taposták. Aztán sötétség lett, kísértetek éje, úr lett benne minden gonosz szellemtábor, kiket elszabadít alvilágnak mélye, holtat és élőt kínozni vaktából. A pokol közel volt, az ég pedig távol. Kioltottak minden csillagot az égen, csak egyet nem tudtak, mely szívedből szállt ki. Melynek azt hirdették tündöklő sugári, lesz e lidérc hozó éjszakának vége, s szabad Magyarország, amilyen volt régen. Ha tudnak álmodni sírjukban a holtak, csak azt álmodhatják, mit az élők itt fenn. Hogy még visszahozza a jövő a múltat, hogy egy szép, hogy egy nép keze nem maradhat bilincsben. Él még magyar nemzet, él még magyar Isten. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most Lapos Tibor, a Magyar Ház elnöke szeretne önökhöz egy pár szót intézni. Kedves egybegyűltek, barátaink! Nagyon szépen köszönöm, hogy megint csak ilyen szép számban jelentünk meg. Az előbbi két utolsó sorhoz fűződően, annak nyomán még egy annyit tennék hozzá az előbbi felszólaláshoz, hogy igenis nagyon-nagyon fontos, hogy továbbra is, még ha csak maroknyi ember vagyunk, továbbra is megtartsuk szokásainkat, megtiszteljük holtjainkat, hőseinket, azáltal, hogy hangot adunk annak, hogy igenis még továbbra is lenni akarunk, és nem engedjük magunkat kiradírozni a föld felszínéről. Főleg egy ilyen alkalmakkor, amikor a mai nap is Ukrajnában teljes gőzzel dúlnak és fúlnak, és próbálják a magyar beszédet abszolút elfojtani. Úgyhogy nagyon, de nagyon örvendek, hogy vagyunk, és remélem, hogy még akkor is, hogyha majd a csontjaink jobban fájnak és öregebbek vagyunk, akkor is eljövünk, és igenis összegyűlünk, és megmutatjuk azt, hogy továbbra is leszünk. Köszönöm szépen! Kezdődjön hát ünnepi műsorunk. Elsőként a Magyar Poskola és az Ifjúsági Néptáncsoport közös ünnepi előadását tekinthetik meg, amelyet Nagy Dóri, a Kőrösi Csoma program önkéntese állított össze, és tanította be a gyerekekkel. Kérem, fogadják szeretettel! Nyár végi napjai a magyar nép történelmének talán legszomorúbb napjai voltak. Nem azért történt, mert gyenge volt a nemzet. Nem azért, mert kevés volt a lelkesedés. Hiszen mindegyet akartak. Legyen Magyarországon béke, szabadság és egyenlőség. Szabaduljunk fel az osztrák elnyomás alól. Váljon valóra a független, szabad Magyarország. A szabadság ugye elbukott, mert két hatalom fordult ellene. Az osztrák császár és az orosz cár. Elbukott, mert segítséget sehonnan sem remélhetett. Néhány évvel korábban a fiatal költő Petőfi Sándor versbe örökítette meg látomását a szabadságharcról. Hitt abban, hogy a nemzet a harcba száll majd szabadságáért.
úgy képzelte, a világ minden népe egy zászló alatt küzd majd a zsarnokság ellen. Arról álmodott, hogy a nép haragja elsodorja a királyokat, létrehozza a köztársaságot, melyben minden ember egyenlő lesz. 1849. augusztus 13-án a magyar honvédek világosan eltették a fegyvert. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nemzet álmodott, a szabadság ugye elbukott. A forradalom napja mégis ünnep számunkra. Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akik mind egyet akartak. A költőjét, aki talpra szólította a nemzetet, a márciusi ifjakét és a honvédekét, akiknek életünknél fontosabb volt a haza szabadsága. Nem feledjük a 13 honvédtábornok nevét, akik vértanúként haltak meg Aradon 1849. október 6-án, hiszen mind egyet akartak. Thank you.
11 részlet Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából, Prigli Csongor előadásában. Ismert 48-as katonadalt, a Gábor Áron Rézágyúja kezdetűt, amelyet Demeter Réka ad elő hegedűn. Előadunk Pinta Matthew, aki Liszt Ferenc magyar fantáziáját adja elő zongorán. Tisztelt hölgyeim, tisztelt ünneplők! Én most dr. Rudol Bálint nagykövet úr szavait fogom önöknek tolmácsolni, aki most nem ott tavában ünnepel, hanem Winnipegben, de természetesen az ottavai közösség ünnepsége az nekünk különösen kedves, úgyhogy itt mindig itt vagyunk. Mint minden év márciusában ez időtájt, ma is azért gyűltünk itt össze, hogy megemlékezzünk egy olyan fontos eseményről, amely alapvetően meghatározza magyarságunkat. A magyar történelem során sok olyan fordulópont van, amely kitörölhetetlenül hozzátartozik az ön meghatározásunkhoz és gondolkodásunkhoz. Egy párat ezek közül csak, ha felsorolok, 895, 1000, 1526, 1848, 1920, 1956, 1990. A magyar történelem a legkevésbé sem kegyes, mégis az ezekhez az évszámokhoz tartozó események a honfoglalástól a rendszerváltásig valamilyen módon tovább lendítették, gyakran felemelték és sokszor lesújtották a magyar nemzetet. Visszanézve különleges dolog, hogy még itt vagyunk, de itt vagyunk még ott tavában is ilyen szép számban. A neves dátumok között 1848. március 15-e különösen fontos jelentőségű. Nem csak azért, ami akkor kereken 170 évvel ezelőtt történt, és nem is csak azért, amit akkor képviselt. Nem azért beszélünk minden évben a márciusi forradalomról és az azt követő szabadságharcról, mert történelem órát szeretnénk tartani, és egyfajta nosztalgikus hevülettől hajtva újra el szeretnénk élni magunk is az akkori kor nemes vagy nemtelen történéseit. Amikor azt mondjuk 1848, a számunkra önmagában is egy, a számon, az évszámon túlmutató fogalom. Egy olyan világnézeti sarokpont, amely minden magyar számára jelentőséggel bír, és hatással van még mindig, ma
ma is, gondolkodásunkra, életfelfogásunkra. Március 15-én mi nem újraéljük 1848-at, hanem évről évre újra felfedezzük, hogy 1848 ma is él, a mindennapjainkban is jelen van. A szabadság iránti vágy a magyar tudatban összekapcsolódik az önrendelkezéssel, a béke az önállósággal. Ezek az elvek nem vesztek el, nem nyilvánítottak a múlt részévé, hanem most is velünk vannak. A kölcsönös tiszteleten alapuló egyenlőség nem egy elfeledett romantikus világ egyszer volt értéke, hanem mai harcaink középpontjában is ez áll. A Habsburg házzal szemben megfogalmazott követelések, amelyek a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése miatt kerültek kimondásra, ugyanazok voltak, mint amelyek 56-ban, vagy 89-ben is a transzparenseken szerepeltek. Kossuth mondta 1849-ben, és mintha ma mondaná, tisztelni fogjuk minden nemzetnek jogait, de megkívánjuk, hogy a mieinket is tiszteljék. És ugyanígy akár ma is elhangozhatna, nekünk, uraim, el kell foglalni Európában azon állást, hogy valahányszor az európai nemzetek hatalmának képviselői nem saját ügyök, hanem európai ügyei fölött akarnak intézkedni, rólunk, nélkülünk senki ne intézkedjék, hanem szavunk legyen azon kapcsolatnak kérdésében, amely köztünk és a civilizált Európa többi népei között feláll. Ezért harcoltunk 170 éve, és ezek azok a célok, amelyek azóta is újra meg újra zászlónkra kerülnek a magyarok zászlaira. 1848 velünk él, és a mai napig sem vagyunk hajlandóak engedni a 48-ból. 1848 a nemzeti megújulás és a nemzeti megerősödés szimbóluma is. Számos olyan szabadságjog, nemzeti intézmény, amelyet ma is a magyarországi demokratikus jogállam alapkövének tekintünk, valójában az 1848-as forradalom, az azt követő szabadságharc és a kiegyezés eredménye. Ha végignézzük azt a 12 pontot, amely minden márciusi megemlékezésen elhangzik, de amely az 1848-as áprilisi törvények rövid rezüméjeként is értékelhető, a magyar modern Magyarország alapjait ismerjük fel. A független sajtó, az idegen érdekektől mentes nemzeti bankügye, a közteherviselés, a népképviseleten alakuló igazságos és általános választójog, a független Magyarországgyűlés, mind-mind olyan vívmányok voltak, amelyek a mai magyar nemzet kezébe adtak eszközöket saját sorsa független intézésére. Az elmúlt 170 év azonban azt is mutatja számunkra, hogy ezért a vívmányokért nem csak akkor kellett megküzdeni, hanem folyamatosan küzdenünk kellett és küzdenünk kell ma is. Azon törekvések és ideológiák, amelyek az önrendelkezés, a saját magunk által kivívott szabadság korlátozására irányulnak, amelyek a szebb jövő ígéretével fosztanak meg egyéneket és nemzeteket a döntési szabadságuktól, véleményük szabad képviseletétől, egyik nemzet számára sem követendő utak, de talán mondhatjuk azt, hogy a magyar nemzet számára különösen nem azok. A saját sorsunkat, a saját döntéseinknek kell meghatároznia, még akkor is erre kell törekedni, ha a mai globalizált világunkban a cselekvőképesség minden nemzet számára korlátokba ütközik. Mi magyarok ezért küzdöttünk, és ezt az örökséget büszkén vállaljuk, sőt képviseljük ma is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a gondolatsor elvezet a mai korba minket, és fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a felelősség ma. Magyarként a világ zűrzavarában miként lehet eligazodni, akár itt Kanadában is a világ külfelén. A válasz erre a kérdésre pedig csak az lehet, hogy felelősséggel kell élnünk, mint ahogy azt legjobb 48-as hagyományaink is tanítják. A felelősséggel való élés pedig azt jelenti, hogy kell, hogy véleményünk legyen, és kell, hogy véleményünknek hangot adjunk. Kell, hogy felelősséget érezzünk egymás iránt, családunk iránt, nemzetünk iránt. Azt tanítják nekünk letűnt korok, hogy amikor ez a felelősség a kölcsönös bizalom kiépült, akkor a nemzet erős tudott maradni, és győzni tudott a még oly nagy túlerővel szemben is. Amikor ez a felelősség meggyengült, a magyar nemzet gyengült meg. Kossuth 1849-ben a függetlenségi nyilatkozat elfogadásakor azt mondta a Debrecenbe költözött országgyűlésnek,
hogy az erőfeszítés, amely oly sok vért és áldozatot követelt a nemzettől, kivetette magából a magyar-magyar ellentéteket, az árulást. A közös cél érdekében a nemzetért tenni akaró erőt sikerült egyesíteni és egy irányba terelni, ha csak időlegesen is, de elvezethetett oda, hogy egy pillanatra úgy érezhették a magyarok, hogy szabadok, győztek, hogy legyőzték a Magyarországra kívülről és belülről leselkedő veszélyt. Tudjuk a történelemből, hogy a függetlenségi nyilatkozat csak rövid ideig élt, és a szabadságharcot véres megtorlás követte. De az a pillanat a felemelő szabadság érzése megmaradt, és erőt adott ahhoz, hogy a szabadságharc leverése utáni csak nem két évtizedben a magyarság elviselje meg a leáztatást, büntetést, és végül ellenállással kikényszerítse a magyarság történelmi jogainak tiszteletét. A nemzet megerősödve és egységesen került ki az ellenállás tüzéből. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Haza, nemzet, szabadság. Ezek voltak a vezérmotívumok a szabadságharcban. Haza, nemzet, szabadság. Ezek a vezérmotívumok a mai világban is. 1848 arra tanít minket, hogy mindent elérhetünk, ha nemzetként együtt tudunk dolgozni, ha megértjük az alapvető erőt, és a magyarság alkotó erejét egy irányba tudjuk irányítani. Ha hűek tudunk lenni 48 örökségéhez, ha felelős magyarként tudunk élni, az egész nemzet profitálhat belőle. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy végezetül egy fontos dologra hívjam fel a figyelmet, amely talán rímel mindarra, amit eddig elmondtam. A mai világban is felelősségteljes magyarként kell élni, ami azt is jelenti, hogy fel kell nőnünk a feladathoz, amely magyar állampolgárként ránk nehezedik. Éljünk azokkal a jogokkal, amelyek magyar állampolgárságunkból erednek. Bátorítok ezért minden itt jelenlévőt, aki magyar állampolgár, hogy regisztráljon és vegyen részt az országgyűlési választáson, éljünk a megszerzett jogainkkal. Végezetül hagyj fejezem be azzal a reménységgel, amely a márciusi ifjakat is áthatotta, legyen béke, szabadság és egyetértés. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Hozzánk intézett szavait, és hogy velünk ünnepel itt ma az ottawai Magyar Házban. Az elkövetkezőkben Vaski Tamás és Lapós Tünde ad elő mezőségi és magyar palatkai magyar táncokat. Kérem, fogadják szeretettel!
következik Petőfi Sándor az Apostol című művében, Talla Marian előadásában. Petőfi Sándor, az Apostol. Részlet. A szőlőszem kicsin gyümölcs. Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belé kerül év ezredek, vagy tán év milliomokba, de bizonyára meg fog érni egykor, és azután az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő a napsugaraktól érik. Míg édes lett, hány napsugár lehelte rája élete meregét, hány százezer, hány millió napsugárt? A földet is sugárok érlelik, de ezek nem napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de csak a nagy lélek, s ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnunk tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, amely segíti a földet megérni. Csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy amidőn elérkezik a nagy szüret, addigra én már rég lementem, s parányi művemnek nyoma elvész az óriási munka közt. De életemnek a tudat erőt ad, s halálomnak pedig megnyugovást, hogy én is egy sugár vagyok. Munkára hát, föl a munkára a lelkem, ne légyen egy nap, egy perc elveszítve. Nagy a feladat, az idő röpül, s az élet rövid. Mi célja a világnak? Boldogság, s erre eszköz a szabadság. Szabadságért kell küzdenem, mint küzdtek érte oly sokan, és hogyha kell elvérzenem, mint elvérzettek oly sokan. Fogadjatok, ti szabadság vitézek, fogadjatok szent sorotok közé, zászlótokhoz hűséget esküszöm, s ahogy véremben lesz egy pártütő csepp, kiontom azt, kifecsentem belőlem, habár szívemnek közepén lesz is. Végezetül következzen az a megszokott forgatókönyv, amit minden kedves vendégünk szeret. Következzenek a 48-as indulók és katonadalok, amelyek eléneklésére felkérjük a közönséget, és felkérem Finta Beát, hogy vezesse az éneket. Oh.
Az ünnepi vacsora 17:30-kor kezdődik,
Ezennel szeretném megköszönni a konyhának a fáradozásait, Moldován Gizellának, Nagy Margitkának és Dábor Zsófinak. Felhívom a figyelmüket, hogy 7 órakor a Csin Rádióban egy ünnepi adást hallhatnak a magyar műsor keretében. Ne felejtsék el hazafelé hallgatni a rádióban. Köszönöm szépen még egyszer, és éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Éjjön!